Tehát feszültséget szítanak, indulatokat gerjesztenek, utcai politikai gyűléseket szerveznek, félreérthető nyilatkozatokat tesznek, elbizonytalanítják a bűnüldöző szerveket, és így akarva-akaratlanul a gyilkosok pártjára állnak, ezt mondta ma a fideszes képviselő. Szanyi Tibor a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Hát, melyiket vallja magáénak? Elbizonytalanít, feszültséget szít, utcára visz, gyilkosok pártjára áll. Ha Kocsis Máté szimpla blogger vagy közíró lenne, akkor azt mondanám, hogy orvosi eset, ennyi. Viszont hát ez egy komolyabb a dolog, hiszen ő egyben a Fidesz kommunikációs vezetője. Ami azt jelenti, hogy az ő szavai akarva akaratlanul iránymutatása a Fidesz politikusai számára, mondhatni, meghatározza a Fidesz tematikáját, meghatározza a Fidesz hangvételét. Ez. Hogyha tényszerűen nézzük a dolgokat, akkor gyilkosok pártjára eddig egyetlen egy erő állt, konkrétan ez a Fidesz. Jaj, ne. Most akkor belemegyünk ebbe, hogy te álltál a gyilkosok pártjára. Nem, te álltál, nem is igaz, te álltál. Ezt most ne csinálja, mert a Baltás gyilkos esete az konkrét. Az konkrét. Elengedtek egy gyilkost. Pártját fogták. Ez történt. Ez a tény. Az összes többi az, amit ön mond, hogy ki mit mond kira. Most csak a tények szintjén mondtam. Tehát nehéz dolog ez, amikor idáig fajul a közhangulat, meg a közbeszéd, és vezető politikusok erre vetemednek. És ez annál is inkább súlyos, mert egyben jelzi a kormánypárt belső konfliktusait is. Értem ez alatt azt, hogy ugye nem csak nem blogger és nem csak nem közíró Kocsis Máté, hanem a Magyar Parlament Rendészeti Bizottságának az elnöke is. Hát pont ebből az apropóból nyilatkozott, és össze is hívja a Rendészeti Bizottságot. Miért is? Két brutális gyilkosság, illetve kísérlet miatt. Hogy hogyan lehet visszaszorítani az ilyen jellegű bűncselekményeket, ez az indoklás. Hát ez indirekte, vagy direkte azt jelenti, hogy Kocsis Máté szerint a kormánynak az eddigi rendészeti bűnüldözési politikája megbukott. Hiszen ő kormánypárti politikusként hívja össze a saját testületét, ami azt jelenti, hogy a parlament ellenőrző funkciójából fakadóan ezek szerint a kormány valamit nem tud megoldani. Nem véletlen egyébként, hogy ez mindig a rendészeti bizottság az mindig ellenzéki irányítás alatt volt, hogy most egy volt mi épesre bízza a Fidesz Kocsis Mátéra ezt a munkát, vagy bízta 2010-ben, az egy dolog. Az meg egy másik dolog, hogy ezzel összehívja a bizottságot. Ezzel annyit mond, hogy Pintér Sándor alkalmatlan. Meg az egész koncepció alkalmatlan. Meg kell beszélni az országgyűlésnek, hiszen ami eddig történt, az nem mehet tovább. Hát nem ezt mondják, csak történtek olyan bűncselekmények, amelyek miatt, vagy hogyha ez egy tendenciát mutat, akkor bizony a kormánynak lépnie kell. Tehát azért ez bármelyik kormány bármit is tesz. De ezért nem kell bizottságot, egy kormánypárti politikusnak, ezért nem kell egy bizottságot összehívni, egy kormánypárti politikus fölemeli a telefon. Akkor ez miért van? Hát ezt mondom, hogy ez mutatja a belső törésvonalakat. De ez nem törésvonal ezzel, hogyha ha ez szimplán bűnüldözési kérdés, akkor ez szimplán a nyomozóhatóságokra tartozik, vagy tartozik a belügyminiszterre, a rendőri vezetőkre, hogy valamit kitaláljanak. Hogyha ezzel politikusok kezdenek el egy bizottságban foglalkozni, akkor ennek biztos van valami politikai vélt vagy valós hozadéka. Miért van ez? Azért, mert ezzel azt jelzi, hogy a kormány politikája megbukott. Nem tudok mást mondani. Hát ő biztos nem ezt akarja jelezni kormánypárti politikusként, hogy gyerekek, hívjuk össze a bizottságot. Mindig, mit akar, ezt jelzi. Hogy bizonyítsa, hogy megbukott a politikája. A kormány nincs a helyzet magaslatán, nem ura a helyzetnek, tehát konkrét ügyek mentén a parlament illetékes bizottságát akarja összehívni, mondva, hogy a politika hátha tud majd valami jobbat, mint amit a kormány csinál, mert amit a kormány csinál, az nem mehet tovább. Erről van szó. Egyébként hát Pintér Sándor, ugye azért emlékezzünk vissza a választás küszöbén, a 2010-es választás küszöbén, ugye azt mondta, hogy két hét alatt rendet tesz. Közbiztonság két hét alatt rendelt, igen. Igen. Hát most meg bizonyos bűncselekménytípusok kapcsán a rendészeti bizottságot hívja össze egy kormánypárti politikus. Ez mindez Bájer Zsolt cikkéhez ön szerint mennyire van köze?
Itt most van egy versenyfutás a Fidesz és a Jobbik között, hogy a szélső jobbra hajazó, vagy a cigányellenes attitűdökre fogékony szavazókat ki tudja integrálni maga mellett. Ez egy Fidesz-Jobbik belső hajsza. Én nem tartom egyébként véletlennek, hogy a miéből érkezett Kocsis Máté pozícionálta most tulajdonképpen így ezt az egész ügyet. Bayer Zsolt az egy apropó. Hát ugye mindig azt hiszük, hogy nincs ennél lejjebb, hát a Fidesz politikusai esetében mindig van annál is lejjebb. Tehát én azért nem gondolom azt, hogy a választási kampány felé haladva meg lehetne nyugtatni a magyar polgárokat, hogy ennél már aztán nincs lejjebb. Tartok tőle, hogy lesz még lejjebb. És az is mutatja, hogy az egész Fidesz kommunikáció most elkezdte védeni. Ő egy darab Navracsis Tibort kivéve elkezdték védeni Bayer Zsoltot. Mi is másolnak, magyarázzák, és a többi, és a többi. Nem, tehát azért olyan nincs, hogy a miniszterelnök legközelebbi baráti köréhez tartozó ember ilyeneket csak úgy elereszt, és akkor annak nincsenek politikai következményei. Hát ez nyilvánvalóan azt jelenti, hogy ez az ember, aki a miniszterelnök, ez az ember, aki, hát de az a következmény nagy hatással van ez a gondolatsorra a miniszterelnökre is. Hát ők különben nem barátkoznának. Az egyébként egy késő délutáni hír, tehát akkor, amikor hétfőn ezzel foglalkoztunk, és én egész nap hívattam és kerestettem Farkas Flóriánt, mint roma politikust, mint fideszes politikust, mint országos cigány önkormányzatot, tehát minden tisztségében. Aztán késő délután kaptunk egy közleményt, hogy tehát ő közleményben reagál a kialakult helyzetre, és hogy pénteken találkozik majd az újság főszerkesztőjével és Bayer Zsolttal. Aztán most késő délutáni esti hír az, hogy hát mégse találkoznak. Mondjuk én csodáltam is, hogy mit fog tőlük kérdezni. Már hogy Farkas Flórián mit kérdezett Bayer Zsolttól, de hát ezek szerint még se kérdez majd semmit. Hát ez is elmarad. Hogy a Farkas Flóriánnak helyén lenne az esze meg a szíve, akkor megkérdezni Bayer Zsolttól, hogy miért nem húzol el a fészkes fenébe? És miért nem távolodsz el attól a mozgalomtól, aminek én is tagja vagyok, tehát a Fidesztől például. Nem. Nem fog ilyen kérdéseket föltenni, hiszen nem találkoznak. De egyébként én bátorítanám önt, hogy ő azért nem csak Farkas Flórián létezik a Földön, mint cigánypolitikus, hanem csak például az én táboromon belül azért ott van Teleki László, ott van Balog Artúr, ott van Csík Tamás, őket is meg lehet kérdezni. Egy roma politikus van az egész országban, csak hát felsoroltam a tisztségeit és a hovatartozását Farkas Flóriánnak, tehát több szempontból érdekes lett volna, hogy ő mit mond. Hát de látja, néma. Ez azt jelenti, hogy valahol próbálják takargatni. A politikai hangulatkeltés miatt most még nem tárgyalnak. Takargatni akarják az ügyet, simítani. És egyébként ez a Kocsis Mátéi felhang is gyakorlatilag arról szól, most a politikai kommunikációt, hogyha nézzük, mert az is egy szakma a maga módján, levontatni a pályáról azt a problémát, és megjeleníteni helyette egy másikat. Az milyen politikai kommunikáció, amikor a miniszterelnöknek van véleménye például a FIFA döntéséről, és azt mondja, hogy nem mondja. Hát most, hogy ezt humorosan akarnám fölfogni, akkor azt mondanám, hogy Orbán Viktor eddig minden létező nemzetközi szervezetnek beszólt, minden létező nemzetközi szervezetnek elmondta a véleményét. Úgy látszik, hogy a legnagyobb hatalommal mégiscsak a FIFA bír ezek szerint, hiszen Orbán Viktor tőle meg retteg, mert neki meg nem meri elmondani a véleményét. Hozzáteszem, hogy számomra ebben annyi a pozitívum, hogy esetleg Orbán Viktor ezáltal a jövőbeli karrierjét félti, hogy mint majd a miniszterelnökségről leköszönni, gondolom, hogy sportvezető lesz, és akkor hát a FIFA-ba illik jóba lennie. Ez a humoros oldala. A kevésbé humoros oldala... A téma nem annyira humoros. Ezt a büntetést megérdemeltük, nem érdemeltük, meg milyen rajtunk statuáltak példát. Hát Orbán Viktornak nem tudjuk a véleményét, ugye, mert ő azt mondta, hogy ezt ő nem hajlandó elmondani. Ez is egy érdekes dolog, hogy egy országos ügyben a miniszterelnöknek nincs elmondható véleménye. Lehet, hogy tényleg jobb, ezt nem tudjuk. Viszont az kétségtelen, hogy tavaly augusztusban, augusztus 15-én volt egy olyan mérkőzés itt Magyarországon, ahol tényleg a rasszista kijelentések, a magyar-izraeli meccs ugye az egekbe hágtak. Ennek a következménye, hogy a március 22-i magyar-román világbajnoki selejtező mérkőzés esetét nézve üres stadiont rendelt a FIFA. Ez azt is jelenti, hogy a FIFA szerint semmi nem garantálja a Magyarországon a mérkőzéseknek a hangulati tisztaságát. Egyébként nem tudom, hogy mennyire nézem sportközvetítéseket. Nézek, és máshol sem tudják garantálni teljes mértékben a
nézőközönség. Igen, de legalább intézkedéseket hoznak. Mindenféleképpen valamilyen cselekedet tartozik kormány oldalról. De azért kell szólni, hogy mennyire néz sportközvetítéseket. Ma egész Európa és az egész világ minden sportcsatornája 5 percenként, 10 percenként no racism, tehát nincs rasszizmus típusú hirdetéseket. Tehát látszik az, hogy ezek a nemzetközi szervezetek fantasztikus erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy a lelátókon visszaszorítsák ilyen rasszizmust. Amikor egy kormány meg nem tesz, akkor erre azt mondja a FIFA, akkor meg nincs közönség. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Én is köszönöm a lehetőséget.